Egy amerikai katonai intézet legutóbbi jelentésében arról írt, hogy Ukrajna a Dnieper folyón átkelve az eddiginél jelentősebb hadműveleteket hajtott végre a keleti parton. Közlésük szerint az ukránok Herszontól 30 kilométerre észak-keletre hajtottak végre támadásokat. Ezen kívül arról is beszámoltak, hogy két másik helyen Herszontól 11 és 15 kilométerre keletre is támadásokat indítottak az ukránok. Emellett Ukrajna megakadályozta az orosz sérültek evakuálását és erősítések átcsoportosítását a stratégiai fontosságú Antonovszki hídon. Korábban André Jermák, az ukrán elnöki hivatal vezetője is arról beszélt, hogy sikerült egy hídfőállást létrehozniuk a Dnyeper keleti partján. Az orosz megszálló erők újabb csapást mértek az Ukrajna délkeleti részében lévő Zaporizsa megyére. Két mentést végző szakember életét vesztette a támadás következtében, közölte az ukrán belügyminiszter. Ihor Klimenko kiemelte, az oroszok rövid időn belül másodjára nyitottak tüzet a régió polgári infrastruktúrájára. Egy létesítménynél tűzütött ki. A katasztrófavédelem munkatársai perceken belül a helyszínre érkeztek. Ezután az Orosz erők ismét támadást indítottak, amelynek következtében a mentést végzők közül ketten meghaltak, hárman pedig megsérültek. Klimenko hozzátette, hogy rajtuk kívül még négy civil is megsebesült. Az Ukrán Energetikai Minisztérium sajtószolgálata arról tájékoztatott, hogy az orosz erők tüzérségi támadása megrongált egy közepes nyomású gázvezetéket a keleti ország részben lévő Harkivi régióban. Emellett Donetsk megyében egy hőerőmű közelében lévő területet vettek ágyútűz alá az oroszok. A gázvezeték megrongálása miatt több mint 300 háztartás maradt gázellátás nélkül. Az Ukrán Energetikai Rendszer a megszálló orosz fegyveres erők egyik Fő célpontja öngyilkos drónokkal és rakétákkal hajtanak végre rendszeresen célzott támadásokat. 4 milliárd euró tőkeemelést javasolt szerdán az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatótanácsa a részvényes országok és szervezetek alkottak kormányzó testületnek az ukrajnai befektetési és támogatási programok folytatása érdekében. Az intézet májusban tartott idei közgyűlésé jelezte először, hogy várhatóan tőkeemelést kér részvényeseitől, annak érdekében, hogy a következő években garancia vállalások bevonása nélkül folytathassa Ukrajna támogatását. A tőkeemelési javaslatról szóló szerdai hivatalos bejelentés szerint a kormányzó tanács még az idei vége előtt dönt az előterjesztésről. A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított Londoni Pénzintézet közölte a kormányzó tanács elé terjesztett indítvány alapján a pótlólagos tőke lehetővé tenni, hogy az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank a háború időtartama alatt, évente másfél milliárd euró, a jövőben pedig évente 3 milliárd euró finanszírozást nyújtson Ukrajnának. Csehország befagyasztotta az Oroszország tulajdonában lévő cseh területen található ingatlanokat. Dmitro Kuleba, ukrán külügyminiszter üdvözölte a döntést és kiemelte, a külföldi orosz vagyont Ukrajna újjáépítésére kell fordítani. Ján Lipájszki cseh külügyminiszter kiemelte, az ő javaslatára hagyta jóvá a cseh kormány az orosz állami vagyon befagyasztását Csehországban. Kijelvő nyugati szövetségeseitől azt kéri, hogy záróljanak minden orosz számlát foglalják le az orosz érdekeltségeket, a vagyont pedig adják át Ukrajnának. A folyamatot szabályozó jogi mechanizmust azonban még nem dolgozták ki a szakértők. Volodymyr Zelenszky elnök kijelentette, hogy a nyugati partnerek pénzügyi támogatása nélkül Kievnek nagyon nehéz lesz kifizetnie a szociális juttatásokat. Jelenleg ugyanis szinte minden pénzt a hadsereg finanszírozására fordítanak. Az államfő szerint a szövetséges országok és pénzintézetek segítsége nélkül Ukrajnának választania kell a szociális biztonság és a hadseregre fordított kiadások között. Ezt pedig válságot okozhat a társadalomban, ami negatív hatással lehet a háború menetére is. Jelenleg Kiev legnagyobb pénzügyi támogatója az Egyesült Államok és az Európai Unió.